Igen, amíg a vágás és a pakolás történik, én elmondom azt, hogy 151-en iratkoztak fel a rádió ragában a listára. Az első, hogy Hölgy Moldovák Éva, április 13-án elsőként iratkozott a listára, az utolsó pedig egy Úr László Zoltán, aki tegnap délután a végén történt a képen. Ez folyik a matlatás és a filmezés. Így van. Ezeket közben behelyezzük a Joe kazinóból hozott urnába. Egyet lehet, hogy megnagyobbítjuk ott a nyílást. És ami fontos, hogy nem én fogok sorsolni, annyira nem vagyok tisztességes. Lehet, hogy a korrekt az, hogy ne Renáta legyen, ugyanis ő képviselek téged, nem véletlenül valaki ismerős tudnám ki. Emiatt hamarosan az úton megállítottam egy magyarul beszélő lakákét, akinek adunk egy kisebb ajándékocskát, de nem 2500 eurós kirándulás. És a lényeg az, hogy fogok nem tudjuk, ki lesz az alapját, ki akivel találkozunk, és ő fog majd kisorsolni, kihúzni egyet, megnézem. Időközben az egyik hallgatónk Évának írta alá magát, SMS-en érdeklődött, hogy hol lesz a húzás, és hogy részt lehet venni. Elmondtam már neki, de megismétlett, hogy bárki szívesen látok, akár játékos, akár csak egyszerű hallgató, hogy részt lehet. Még egy darab bent van. Ezt is most kihozom, és ezzel kiürítettük, úgymondott, a Gaga dobozát. Igen, így van, a kés, azt nem kell, itt van, és most minden egyes dombolra még szerintem ne vágjuk fel, amíg nem jön. Nem vágom fel, csak az a baj, hogy ez most nagyon sokat ide be kell helyezni, és ez időt fog elvenni. Behelyezzük, körülbelül a Joe Casinóban hány papíroson, azt nem tudni. Hát nem tudni. 151, ott azért nem tudjuk. Mi van egy ilyen, megmutatjuk. Persze nem ez a kisorsolt, itt van a neve, esetleg aki itt nem. Igen, tehát a tombola kérben szépen ide egyet, ezt majd mindjárt befejezzük. Hát a tombola jegyen rajta van a nyertes vagy a résztvevő neve, rajta van a személyi száma, a lakcíme és a telefonszáma, tehát itt nincs csalás, nincs elmítás, akit kihív, kihúzunk az minden adatával együtt, tudjuk megtenni. Ugyanazt is elmondom, hogy érdekes arány alakult ki. 151 résztvevő vagy játékos közül 78-an hölgyek, 73-an pedig urak, ilyen kiegyensúlyozott arány még nem tud semmilyen játékosnak. Leellenőriztük minden névvel, csak egyszer volt már próbálkozás, hogy ugyan arról a telefonszámról ugyanazon néven megpróbálkozott, nem árulj rá, hogy ki két alkalommal is, viszont automatikusan egyetlen egyszer, vagyis az első próbálkozással jelenik meg, a második próbálkozást töröltük. Ezzel úgy mondott be is fejeztem a közös urnában van úgy a Joe Casino játékosainak a lehetőség, a papírosa, illetve a miénk. És akkor többször elmondtuk a játék közben is, hogy aki a mikrofonba. Moldován György. Üdvözöljük, kedves György, vagy szólíthatjuk Gyurinak. Gyurinak. Györgynek. Röviden elmondta önnek Kapasi Mihály kollégám, hogy miről van szó. Megkérnénk szépen, hogy akkor segítsen nekünk sorsolni, ugyanis az ön kezétől függ az, hogy ki utazik el Monte Carlo-ba a Joe Casino jó voltából. Adok egy kést, ezzel a késsel kérem szépen ezt kivágni, utána meg nyugodtan azt le lehet tenni. Igen, most történik. Jó, erősen, nem kivágni az egészet, az már azért, jó nagyot, hogy tudjon majd belenyúlni. Jó. Feltépni valahogy. Vágja ki csak. Nem szokott a konyhában ön gyakran. Szeretsz. Igen, ritkábban. Renáta, ritkalom. Hát megvan. Most ugrik a majommal. Hát te levesd el, hogy mondani szokták. Jó, tessenek benyúlni, jó? És arra jó sokat megkeverni, ugyanis a... És még arra kérem, hogy ne mondja még el rögtön, hogy... Csak sorsol, majd mindjárt lefilmezzük. Mikor járt Monte Carlo-ban? Nem jártam oda. Na hát akkor ezentúl hallgassa a Gagát, meg játszon a Joe Casinóban is, lesz erre lehetőség. Na próbáljuk. Jó. Sikerült egyet kiválasztani, akkor kérjük. Egyet húzzon ki. Egész egyetlen egy darab legyen. Kérem szépen. Csak annyit mondjam meg, hogy nő vagy férfi. Egy pillanat próbálom filmezni. Férfi. Tehát férfi. Úgyhogy a hölgyek most lelombozottak valószínűleg, de az urak annál nagyobb izgalomban vannak. Jó, ezt kérem akkor egyelőre ide. Jó, mindjárt lesz a... Ezt viszont önnek adjuk, Zorán koncertre egy meghívó, illetve egy póló is, és
Gratulálom, köszönjük szépen, hogy befáradt. Köszönjük. Köszönjük szépen. Valaki nagyon megörül az ön szavazatán. Köszönjük szépen, és annyit elmondok, hogy itt van a nyertes tombola, így már tudjuk, hogy kicsoda, de megpróbáljuk őt felhívni a következőkben, élőben, hogy halljuk, hogyan reagál. Közben Kakasi Mihály minden filmet. Köszönjük szépen, kedves nővér, viszontlátásra, és mi még muzsikálunk egyet. Hangtapétában 20-án Borsos műsorában. Igen. Itt a telefonszám is. Hát azt nem érte oda. Balázs Csaba.